Ez az az új fehértói ház, ami az első szakvélemények szerint elektromos hiba miatt gyulladt ki, az épület teljesen lakhatatlanná vált. A család az itt hol tartózkodott. Volt áramszünet, ami elindíthatta ezt az eseményt. Kijöttek visszakapcsolni az áramot, és akkor látták, hogy a tető teljes terjedelmében már égett. Nagyon jól reagáltak rá az itt lakók. Rögtön 2 darab gázpalackot kihoztak az épületből, hogy enyhítsék esetleg a károkat. Az egyes szer, hogy kijött, elkezdték a létrákról a tetőt megbontani és a tetőt oltani. A tüzet 3 kivonuló egység összesen 13 emberrel kezdte eloltani. A keddi tűzesethez, ahol egy 100 négyzetméteres családi háztető szerkezete égett, első körben ugye újfehértói önkormányzati tűzoltók, illetve az önkéntes tűzoltók vonultak, majd a riasztási fokozatnak megfelelően a nyíregyházi hivatásos tűzoltók is a helyszínre értek, így 3 tűzoltó egység volt a helyszínen, és több vízsugárral avatkoztak be, kezdték meg az oltást a közművek kizárása után. A 3 szobás házban a szülők mellett egy 9 éves és egy 11 éves gyermek lakott, akik a tűz észlelését követően az udvarra menekültek. Az öcsém jött le, hogy vágjam le a haját hajnyírógéppel, és levágta az automatát, hát a villanyórát. Elment az áram, kiszaladtam, visszakapcsoltam, de csak nem jött vissza. Közben nekünk keringető szivattyúval megy a kazán, mentem hátulra, hogy megnézem, nem ment-e fel a hőfok. De akkor már hallottam, hogy a padláson pattog valami. Gyorsan szaladtam, oda vittem a létrát az öcsémnek, szóltam, hogy segíts, lenyitottam a padajtót, de már lángolt az egész. Úgy kapott le, mert majdnem engem is elkapott a láng. Rögtön hívtuk a tűzoltókat, itt is voltak 5 percen belül, de kiégett az egész teteje, teljes lakhatatlan lett a ház. A ház biztosítva volt, így a család számíthat kártérítésre, azonban ehhez várhatóan több hónapra lesz szükség. A vizsgálatok lezárásáig és az épület felújításáig a család átmeneti elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodott. A korábbi óvoda épületben alakítottak ki számukra átmeneti szállás helyet. A család az önkormányzat támogatása mellett várja az adományozók segítségét is. A tegnapi nap folyamán nyitottunk egy számlát a család nevére a pénzintézetnél, és erre várjuk a elsősorban pénzbeli adományait a jószándékú újfehértői és nem újfehértői embereknek is. Egy nagyon szolid, nagyon rendes családról van szó, szülők mindketten dolgoznak. Nyilván ez egy nagyon nagy törés lesz a fiatalok életében, és nagyon nehezen fogják tudni olyan szinten helyreállítani, mint amilyen szinten volt a lakás a korábbi időszakban. A nem pénzbeli adományokat a tűzoltóságon keresztül is el lehet juttatni a családnak, akik a biztosító vizsgálatának lezárásáig nem férnek hozzá a házban hagyott ingóságaikhoz, még a ruháikhoz sem.